Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Ma szeretném folytatni a hívő hatalmával kapcsolatos tanítást, és szeretnék azzal, azzal kapcsolatban beszélni, hogy nekünk hívőknek tisztába kell lennünk a szellemi hatalmunkkal, illetve nem csak a szellemi hatalmunkkal, hanem nagyon fontos, hogy egy, azt lássuk, hogy Isten bennünket arra rendelt, hogy hódítsunk, hogy a sátánnak a birodalmából, kincseiből, hatalmából hódítással szerezzünk javakat, dolgokat, ne engedjük meg a sátánnak azt, hogy azt csinálja velünk, amit akar, hanem, hanem úgy munkálkodjunk, úgy tegyük a dolgunkat, úgy álljunk bele a szellemi hatalmunkba, hogy a sátán birodalmából az óriásokat le tudjuk győzni, és el tudjuk foglalni az ígéreteket, amiket Isten biztosított a számunkra. Tehát erről szeretnénk beszél, szeretnék beszélni, hogy nekünk hatalmunk van, és nekünk, ha nem vagyunk tisztában a hatalmunkkal, amit Isten Jézus Krisztusban biztosított a számunkra, akkor nem fogjuk azt használni. Ha nem fogjuk használni azt, akkor ki leszünk szolgáltatva az ellenségnek, és az ellenségnek a kénye kedvére fog velünk dolgokat tenni. Miközben igazából nekünk lenne hatalmunk ő fölötte, ahogy mondta Jézus, hogy adok nektek hatalmat, és azt mondja Jézus, hogy az ellenség minden erején. És azt mondja, semmi nem árthat nektek. Tehát nekünk úgy kell élni az életünket, hogyha beleállunk ebbe a szellemi hatalomba, akkor azt kell meglátnunk, hogy Nincs olyan sátáni erő, amely fölött ne tudnánk hatalmat venni, és, ne tud, és, és ami ártani tudna nekünk, hanem le tudjuk győzni ezeket az életünkben. Én erről szeretnék nektek beszélni, és így pláne az év elején ezt jól kiszeretném hangsúlyozni, hogy, hogy fel legyünk szerelve, fel legyünk vértezve a kihívásokkal, ennek az új évnek a kihívásaival kapcsolatban, hogy győztesek legyünk. Na nézzük akkor az első igét, amit szeretnék nektek mutatni, az a János evangéliumának az első fejezetének a 12. verszaka. Az azt mondja, hogy valakik befogadták őt, tehát valaki befogadja az igét, valaki befogadja a názáreti Jézus Krisztust, azt mondja, hatalmat ad Isten azoknak. Tehát rendelkezni fogsz egy szellemi hatalommal, hogyha befogadta Jézus Krisztust a szívedbe. A hatalomnak az a lényege, ugye, hogy az ember, ha. Tehát azt nézzük, hogy elkezdődik egy igazodás. Egy olyan erővel rendelkezik az ember, egy olyan kisugárzással rendelkezik az ember, egy olyan joggal és szabadsággal rendelkezik az ember, és egy olyan kisugárzása van az embernek, hogy elkezdenek igazodni a dolgok, a körülmények, a különböző ö, ö, problémák, ö, beigazodnak és eltűnnek, és ha, ha használjuk a szellemi hatalmunkat, akkor akkor ezek a problémák, ezek a körülmények hozzánk igazodnak. Ha viszont a körülményeken nem tudunk uralkodni, nem használjuk a szellemi hatalmunkat, akkor sajnos ki leszünk szolgáltatva a különböző dolgoknak, rossz dolgoknak, és sodortatni fogunk, és csak azt fogjuk észrevenni, hogy, hogy mindig történik velünk valami, Viszont mi nem tudunk reagálni rá, hanem csak sodródunk, ki vagyunk szolgáltatva az eseményeknek, ki vagyunk szolgáltatva a problémáknak, és, és, és lerombolnak bennünket. Jézus Krisztus azt olvasjuk, azért jelent meg, hogy lerombolja az ördögnek a munkáit. Tehát magyarán ő egy hódítóként jelent meg. És ezzel a hódító mentalitással állt hozzá az élethez, a szolgálathoz, a különböző dolgokhoz, emberekhez, hogy ő hódítani jött, és lerombolni az ördögnek a munkáit. És nekünk is szükség van arra, hogy le legyenek az életünkbe rombolva, a sorsunkba, a jövőnkbe, le legyenek rombolva az ördög munkái, nekünk is szükség van arra, hogy miután lehet, hogy sok évet hagytuk, hogy sodródtunk az eseményekkel, alatta voltunk a problémáknak, betegségeknek, hogy azt tudjuk mondani, most már szükségünk van arra, hogy beálljunk a szellemi hatalmunkba, amit rendelkezésre bocsájtott Isten nekünk Jézus Krisztusban, akkor éljünk is azzal, és alakít, alakítsuk mi a körülményeinket, és ne a körülményeink alakítsanak bennünket, és romboljanak bennünket. Tehát a hatalom, hogy, hogy a hatalom igazodás, hogy ez egy képesség, a hatalom és a szellemi hatalom is egy képesség, egy erőt jelent, ami alapján, az akaratunkat, a szándékunkat, vagy amit az Isten igéje kijelent velünk kapcsolatba, ígéreteket tett Isten, hogy ezek ne a földre essenek, úgymond bibliai szóhasználattal, ne elmúljanak, és ebből nem tapasztalunk semmit, hanem ki tudjuk használni ebben az életben mindazt a lehetőséget, amit Isten a rendelkezésünkre bocsájtott, és mi alakítsuk a sorsunkat, és mi alakítsuk az életünket, és mi e, uralkodjunk ebben az életben, és ne a körülményeink és a problémáink és a betegségek uralkodjanak e, 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 fölöttünk, vagy akarják átvenni az uralmat fölöttünk. Tehát ehhez Jézus Krisztus hatalmat adott nekünk, és rendelkezésünkre bocsájtotta, Átruházás által, ugye, mert a hatalmat át lehet ruházni. Nézzétek meg, amikor választások vannak, csak társadalmi szinten is, az ember átruházza a hatalmát egy képviselőre, aki használni fogja ő helyette a parlamentben, meg más helyeken az embernek a hatalmát, és ezzel a hatalommal fog élni, és fog járni, és fog dolgokat tenni. Na most mi is Jézus Krisztustól kaptunk hatalmat. Jézus Krisztus átruházta ránk azt a hatalmat, amire ő azt mondta, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, és azt mondja, menjetek és hirdessétek az evangéliumok, tegyétek tanítványokká az embereket, és hogy abba járjanak, amit ő parancsolt nekünk. Tehát ez a hat, és ő velünk lesz, azt mondja, tesz egy ígéretet, hogy ő velünk marad a világ végezetéig. Na most ez mit jelent? Azt mondta, hogy nekem adatot minden hatalom menjen, és a Földön. Tehát az égen, a szellemi dimenzióban, a magasságban neki adatot minden hatalom, és itt a Földön is neki adatot minden hatalom. De figyeljetek, ő utána elment. Elragadtatott. Az Atya felemelte őt a jobbjára. Ő azt mondta: Ővé minden hatalom a Földön. De ő már nincs a Földön, hanem mi vagyunk itt a Földön, és ezért ő átruházta ránk ezt a minden hatalmat. Ő nem fog helyettünk semmit sem csinálni. Sok keresztényel, tudjátok mi a probléma? Az, hogy várják, hogy majd Isten csinál valamit. Majd Isten meggyógyítja, majd Isten megszabadítja, majd Isten ezt csinál, az Isten azt csinál, és nem veszi észre azt, hogy Isten átadta Jézus Krisztusnak a hatalmát, Jézus Krisztus bejelentette, hogy ővé minden hatalom a földön, és ezek után elment, és itt hagyta nekünk ezt a hatalmat. Tehát nekünk kell kezdeni valamit a saját életünkkel, a saját sorsunkkal, nekünk kell szellemi életünkben is kezdeni valamit, és nem fogja más megoldani, csak akkor oldódik meg, ha beállunk ebbe a szellemi hatalomba, és az irányítást, vagyis a kezünkbe vesszük a gyeplőt, és mi irányítjuk, elkezdjük, elkezdünk a szellemi hatalmunkkal élni. És elkezdjük azt tenni, amit Jézus mondott, hogy neked adom az oldás és a kötés hatalmát, és amit megoldasz a földön, az oldva lesz a magasságban is, és amit megkötsz a földön, az meg lesz kötve a magasságban is. És az azt jelenti, hogy ha te és én nem kötjük meg a szellemi erőket, amik rombolni tudnak az életünkbe, akkor ezek szabadon lesznek hagyva, és működni fognak, és mi azt várjuk, hogy Isten Istenem csinálj valamit, Atyánk, csinálj valamit, de ő átadta a hatalmat, hogy te csinálj valamit, meg én csináljunk valamit. És ha ezt megértjük, felfogjuk, akkor beállunk ebbe a szellemi hatalmunkba, jogba, Szabadságba, amit kaptunk tőle, mert tudjátok, ez a világ, ez nem, nem csak egy materiális világ, nem csak egy anyagi világ, hanem ez a világról azt mondja Isten igéje, hogy Isten szava hozta létre, és ami látható, az a nem láthatókból állt elő. Tehát egy nem látható világ is befolyásolja, a körülményeinket, a dolgok alakulását, és, nem, és ezért figyelembe kell venni, hogy nem csak az embernek a fizikai konkrét cselekedetei érnek el dolgokat, vagy akar elérni valamit az ember, hanem sokszor azért nem tudja elérni, mert szellemi erők akadályozzák az életét. És azzal szembesül az ember, hogy hiába akarja, hiába van meg az adottsága, hiába van meg a képessége, a képzettsége, hiába csinálja valami megmagyarázhatatlan, irracionális erő, akadályt képez az ember életében, megállítja, és nem csak megállítja, hanem rombolja, és nem, hogy jobb lenne az ember élete, hanem rosszabb lesz az ember élete, és nem érti az ember, hogy ez miért történik. Hát azért, mert egy láthatatlan világ is befolyásolja a látható dolgokat. És Jézus Krisztus hatalmat adott nekünk, Isten rendelkezésünkre bocsájtotta Jézus Krisztusnak a hatalmát, és Jézus Krisztusban rendelkezésünkre bocsájtotta azt az erőt, amivel a láthatatlan világ erőit rombolni tudjuk. És megint megismétlem. Jézus Krisztus azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerombolja. Tehát ez azt jelenti, hogy egy láthatatlan szellemi lény is befolyásolja az emberi életét, egy láthatatlan ellenséges birodalom is, intelligens birodalom, szellemi birodalom is ellene tud állni az ember sorsának, jövőjének, boldogulásának, szerencséjének, egészségének, és rombolni tudja az emberen, az embernek ezeket a területeit, munkáját, családját, válásokat jönnek létre. Persze nem, nem úgy jönnek létre, hogy, hogy, csak úgy magától, hanem erre felhasználják az embereknek a gondolkozását, az érzéseit, az egymás elleni konfliktusokat, veszekedéseket generálnak, de az ember együtt működik, igazodik ezekhez a lényekhez, ahogy mondja az Efézusi Levél második fejezet első három-négy verszaka. Tehát látjátok, hogy van egy birodalom, egy láthatatlan birodalom, amelyik le akar igázni bennünket. Ráadásul ez már leigázta az embereket Jézus, azért jelent meg, hogy lerombolja az ördög munkáit a földön. És miután ő megszerezte a hatalmat a föld fölött, visszaszerezte, a hatalmat a föld fölött, bár ez nem mindenben látszik meg, de szellemi szempontból meg fog látszani, és megmutatkozik már most is. És nekünk ezt a szellemi hatalmat kell most használnunk. És ezért azt mondja például Józsué könyvében, azt mondja Isten igéje, hogy nekünk hódítóknak kell e, látni magunkat. Nekünk adott Isten ígéreteket. És ahogy Izrael fiainak is a, a Józsué könyve alapján adott ígéreteket, és azt mondta nekik, hogy, hogy Józsué azt mondja, minden helyet, amit a te, talpatok érintett, azt nektek adtam. Azt mondja, a pusztától, a Libanontól, a nagy folyóvízig, az EUfrát teszik, nektek adtam. Egy óriási, nagy, területet ígértem nektek oda. Ja, de ti csak a Jordánig mentek. Ja, ti csak egy kicsit foglaltok el ebből a területből. Ugye ezt, ahogy Józsuéknak mondta, és utána évszázadokig tartott, mire egyszer beteljesedett Dávid idejében, Dávid király idejében, hogy, hogy egész az Eufrát teszik, el eh, kitágult ez, kellett egy hódító, kellett egy olyan fiú Istennek, egy olyan pásztorfiú, fiú, aki odaadja neki az életét, a látását, az ígéretet, tehát a látás, hogy előrelátását, a, a, odaadta neki a szívét, hogy Isten helyezzen bele látásokat a szívébe, és, és táguljon ki a gondolkozás mondja, hogy ennél van több is, van más is és, és el lehet foglalni, el lehet érni azokat az ígéreteket, amiket Isten megígért nekünk. És ha ő azt mondta, hogy meggyógyultunk, akkor meg lehet tapasztalni a gyógyulást. Ha ő azt mondja, hogy, hogy megtört az átok az életünkbe, akkor meg lehet tapasztalni az életünkbe az, hogy az átkok erői kimennek belőlünk. Ha ő azt mondta, hogy a démonok fölött hatalmunk van, és ellene állhatunk, és kiűzhetjük, akkor ki tudjuk üzni, és el tudnak hagyni ezek a gonosz erők, el tudják hagyni a sorsunkat, az egészségünket, a családunkat, az otthonunkat, a házunkat, a munkánkat, és minden dolgunkat. Akkor viszont élni is kell vele, de sok keresztény csak várja, hogy majd más él, az ő érdekében ezzel az erővel, vagy hatalommal, és ezek keresnek embereket, hogy, hogy Segíts rajtam, ezt csináld, ezt csináld, de nekünk be kell állnunk a helyünkre, használnunk kell ezt a hatalmat, és ezért Isten látást akar adni, és én erről szeretnék nektek beszélni, hogy, hogy ez a látás hogy fog működni, hogy legyen egy hódító mentalitásunk, hogy mi ne egy rabszolga mentalitásba legyünk, hogy ja, hát minket mindig ural a betegség, démonok, van, amikor rossz kedvem van, rossz a hangulatom máma, ballábbal keltem föl, a körülmények irányítanak, dolgoznak, és, és nem az történik, amit az ember szeretne, nem tud kiteljesedni az ember. Nem tudja megtapasztalni a kiteljesedett életet, nem tudja megtapasztalni az, hogy sikeres ember tud lenni ebben az életben. És én azért beszélek erről, hogy a sikeres emberek, a győztes emberek, a boldog emberek, azok hódító emberek, azok nem a körülményeik alatt vannak, hanem a körülményeik fölé kerekednek. És, és, nem állítják meg őket az ellenállások, az, hogy nem sikerült egyszer, kétszer, ötször, tízszer, ha kell, akkor százszor megcsinálom, de akkor is sikerülni fog, mert annak kell beteljesednie, amit Isten igéje mondott, amit kijelentett Isten. Na nézzük, egy Mózes 22-ben, most azt szeretném nektek bemutatni, hogy Ábrahám magvaként, örökséged neked és nekem a hódítás, és örökségünk nekünk a győzelem. 1 Mózes 22. 16. 17. Nézzétek meg, azt mondja Isten Ábrahámnak, amikor ugye Izsákkal egy próbatételbe került uh, Ábrahám, és azt olvassuk, hogy, hogy, Isten leszól neki, hogy ne bánst a fiadat, és, azt, és így folytatja, és mondta, én magamra esküszöm. Azt mondja az Úr, mivel hogy ezt a dolgot tetted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, azt mondja a 17. verszak, megáldván megáldalak, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövenyt a tengerpartján, ugye itt nem akarok ebbe belemenni, csak egy zárójelben, hogy itt két népről beszél, hogy amikor azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy megsokasítom a magodat, akkor az egyik, egyik része az azt mondja, az égcsillagai, tehát ez egy szellemileg lesznek magjai Ábrahámnak, és lesz fizikai a por, amiből Amiből ö, meg lett alkotva az ember, hogy mint a pornak a sokasága a tengerpartján, ez egy másik. Tehát ez a két nép lesz Ábrahámból, lesz egy szellemi népe, utódai Ábrahámnak, és lesznek fizikai utódai és magjai Ábrahámnak. És tehát a mond egy ilyet, egy nagyon hatalmas dolgot mond, amivel egy hódító, tehát a hódításnak az alapját adta meg Isten az életünkbe. Azt mondta, a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek a kapuit. Tehát ez, ebbe van belekódolva a hódítás. Miért? Azért, mert nekünk kell az ellenség kapuinál lennünk. Tehát nem nekünk kell azt megvárnunk, hogy az ellenség jöjjön hozzánk. Hogy az ellenség kopogtasson nálunk. Ha, tehát vegyétek észre, hogyha nem hódítunk, akkor az ellenség fog hódítani. Ha nem mi vagyunk az ellenség kapuinál, akkor az ellenség lesz a mi kapuinknál. És Isten azzal áldotta meg Ábrámot, hogy az Ábrámnak a magja örökségként, tehát ezt Tuti biztosan, százszázalékosan megkapja mindenki, aki Ábrámnak a magja, azt, hogy az ellenségnek a kapuit fogja elfoglalni, birtokba venni és kiűzni. És ez ugyanúgy vonatkozik most is Izrael fiaira, ebben a háborúban is, de ugyanúgy vonatkozik ránk is, akik Ábrámnak a szellemi magja vagyunk. Hogy örökség szerint bírjuk az ellenségnek a sorsunk, az egészségünk, az anyagi helyzetünknek az ellensége, a jövőnk ellensége, az ellenségének a kapuit, nekünk örökség szerint elfoglaljuk és birtokba veszük, és kiűzzük onnan az ellenséget. Ez örökség szerint jár. Ábrahám utódainak és magjának. És e, Isten ezt akarja, hogy, hogy ezt lássuk magunk előtt, hogy, hogy nem az ellenség fog legyőzni bennünket, hanem mi, hogyha vert minket az ellenség, és lesújtott helyzetbe kerültünk, és levert helyzetbe kerültünk, és ő jött a mi kapuinkhoz, és már elfoglalta, és azt érezzük, hogy a betegség az átok, a különböző dolgok működnek, és, és nem jó ez így, akkor én örömhírt szeretnék neked mondani, hogy ki fogsz jönni ebből, átveszed az irányítást, és szellemi erőre fogsz szert tenni, mert, mert örökség szerint jár neked az, hogy ki toloncold az ellenséget a falait közül, a kapuit közül, és oda menjél te az ellenséghez, és te vedd birtokba az ő kapuit. Tehát ezért beszél arról Isten igé, hogy ez csak az Ábrahám magvának biztosította Isten. Na most nézzük meg, hogy mi hogy kerültünk ezzel kapcsolatba. Az első, az ige beszél arról, és először Jézus Krisztussal kapcsolatban, hadd mondjam nektek, és utána magunkkal kapcsolatban is. Az első a Galatta levél, harmadik fejezet, 16. verszaka. Itt azt mondja, az ígéretek Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem azt mondja, hogy magvaknak, hanem mint sok magról, hanem azt mondja, egyről, te magodnak, azt mondja Isten igéje, aki a Krisztus. Tehát ez mit jelent? Azt jelenti, hogy amikor Isten azt mondta, hogy a te magod egyes számba örökségül bírja az ellenség kapuit, akkor Isten, a, akkor azt jelenti ez, hogy Isten azt, azt mondta, hogy nem sok mag, hanem egy, és ez maga Jézus Krisztus, ez a mag. Hogy ő, elnézést, teljesíti be ezt az örökséget és ezt az ígéretet. Na most megnézzük Jézus Krisztust, azt olvasjuk Abcsel 10.38-ba. Ő hogy hódított? Azt olvasjuk, hogy úgy hódított, nem csak úgy a nagyvilágnak neki ment, hanem azt olvassuk az Abcsel 10.38-ban, hogy a názáreti Jézust mind kente fel őt az Isten szent szellemmel és hatalommal. Tehát és Isten erejével, hatalmával felkente. És azt mondja utána, hogy széjjel járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt Ő vele. Vegyük észre ezt a két dolgot, és amit a mi életünkkel is észre kell vennünk. Hogy az első, a szellemi hatalomban és Isten erejében való járás, tehát ha te hódító akarsz lenni, akkor kell, hogy kenet legyen rajtad. Hogy fel legyél kenve, és nekem is, hogy fel legyek kenve Isten szellemével és erejével. Ez az első. Ezt biztosítja számunkra Isten a Szent Szelem által, ezzel enged be a Szent Szelem birodalmába bennünket, ezért fontos, hogy ne csak víz legyen, hanem legyen Szent Szelem keresztséged is. És a Szent Szelem által kenetet kapunk Istentől, és a Szent Szelem által erőt és hatalmat kapunk, hogy rendelkezzünk olyan erővel és hatalommal, amivel mi is a hódításban be tudunk törni az ellenségnek a területére, és birtokolni tudunk dolgokat, javakat, egészséget. A betegség is egy erő, a betegség is egy intelligens erő, hatalom, a betegségnek is van hatalma, a sátánnak is van hatalma, és mielőtt megijednél most, azt szeretném neked elmondani, hogy, hogy Jézus Krisztusnak a hatalma, és az a hatalom és az az erő, amit Isten biztosított számunkra Jézus Krisztusban, a sokkal nagyobb hatalom és erő, mint amivel az ellenség rendelkezik. És azt mondja, hogy utána, miután megkapta ezt a kenetet, megkapta a szent szellemet, megkapta ezt az erőt Jézus, ezután ment kihódítani, ezután olvassuk azt, hogy elkezdett széjjel járni. És mit csinált, amikor széjjel járt? Kereste, be, betört az ellenség birodalmába, oda, ahol démonizáltak voltak az emberek, átkok alatt voltak az emberek, lesújtott állapotba voltak az emberek, betegek voltak az emberek, szegények voltak az emberek, és ő kihirdette azt, az első ilyen kihirdetése az igazából az volt, amikor felnyitotta a könyvet, a tekercset, és megmondta, az Úrnak a szelleme van én rajtam. Az Úr felkent engem szent szellemmel. Azért kent fel, hogy a szegényeknek öröm hírt mondjak. Azért, hogy a szegények ne legyenek többé szegények, hanem kijöjjenek a szegénységből. Azért, hogy a beteg emberek meggyógyuljanak. Azért, hogy a foglyok megszabaduljanak. Azért, hogy a vakoknak a szemei kinyíljanak, a süketek halljanak, akiknek a szívük össze van törve, begyógyuljon a szívük. Tehát eh, egy, mit mond, egy jó sorsot akar létrehozni. De ezt használni kell a szellemi hatalmat. És, és utána ment ki, és utána olvassuk azt, hogy gyógyított, szabadított, démonok mentek ki a szolgálat alapján. Al alatt e, igét hirdetett, evangéliumot hirdetett, erővel, hatalommal hirdette, ez hatott az emberekre, és megváltoztak embereknek az élete. Ellátásban részesültek az emberek, gondviselésben. Volt, hogy a kenyereket megszaporította. Tehát minden módon megáldotta az embereket, hogy megmutassa azt, hogy Isten minden területen, az, az életed minden területén akar munkálkodni, váltani, hogy ne az ördög hatalma alatt legyél, ne az ördög fogságában legyél, hanem megszabadulj az ördög fogságából fogságából, és ahogy mondja Pálapostól a Róma levélben, hogy azt akarja Isten, hogy ne te legyél az ördög fogságában, hanem az ördög legyen a te talpaid alatt, és te tapossál az ördögön. És ha ellenállsz az ördögnek, akkor az ördög fusson el tőled, és ne az történjen meg, amit ő akar az életedben, meg az én életemben. Tehát látjátok, Jézus hódítóként kezdett el. Ahogy rászállt Isten szelleme, ahogy felkente Isten szent szellemmel is erőt vett Jézus, utána ő végig hódítóként viselkedett. Tehát ő nem nyavajgott, nem siránkozott, nem depressziózott, nem szomorkodott, jaj, megtámadt az ördög. Amikor a pusztába került, akkor nem kezdett el siránkozni, hogy jaj, most itt vagyok a pusztában, mi lesz velem? Jaj, most az ördög megkísértett. Hanem ő hódítóként viselkedett, ő tudta, hogy beleállt abba a szellemi hatalomba, amit Istentől kapott, és ellenállt az ördögnek. És jön egyszer, jön kétszer, jön ötször, jön tízszer, jön százszor, de annyi, annyiszor, amennyiszer jön, neked is, nekem is ellen kell állnunk addig, ameddig el nem hagy bennünket egy kis időre. De el, de el, nekünk kell ellenállni, nem Isten fog ellen, nem ellenállni, hanem mi fogunk ellenállni az ördögnek. Tehát ezért nekünk bele kell állnunk, de ha mi alkalmatlanság érzésekkel küzdködünk, hogyha milyen kisebb rendűség érzések, jaj, nekem nem fog menni, mindig én húzom a rövidebbet, nem fog menni, és ha ez a látásod, ezzel nem fog menni, tényleg. Akkor fogsz tudni győzni, ha így látod, ahogy Isten igéje kijelenti, a velünk kapcsolatban, a Isten látását, és mi beleállunk, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Isten lát bennünket. Így kell nekünk is élnünk, és akkor fogjuk megtapasztalni a győzelmet. Nézzétek meg, ahogy megkapta ezt az erőt és hatalmat, mi tolvasunk a Máté Evangéliumában, bejárta Jézus egész Galileát, azt mondja a 4.23-25-ig azt mondja, tanított a zsinagógákban, azt mondja, gyógyított a nép között minden betegséget, minden erőtlenséget. Tehát rögtön, ahogy ez a hatalom rájött az életébe, rögtön, ahogy Isten szelleme rászállt az életére, rögtön, ahogy Isten erejébe került bele Jézus, mit csinált? Elkezdett segíteni az embereknek. Hogyan? Először beszélt, hirdette az igét. Nem arról van szó, hogy akkor akkor most hagyjál az igével, mert nekem szükségem van a gyógyulásra, szükségem van, hogy a anyagi ellátás, szükségem van erre, szükségem van arra. De Isten mindig úgy fog segíteni, hogy először az igét küldi ki. Ezért nekünk le kell ülnünk, és hallgatnunk kell az igét. Jézus is úgy kezdte el, hogy kiment, hirdette az Isten országának az evangéliumát. Amikor hirdette, mi lett utána a következmény? Felszabadult az ige hirdetés által az Isten ereje és az Isten hatalma. Mi lett ennek a következménye? Gyógyított a nép között minden betegséget, nem csak egyet, egyet véletlenül összejött neki, hogy egy fejfájásból meggyógyult valaki, hanem azt mondja, minden betegséget, doganatos megbetegedések. Ö, ö, Butaütés, sztrókból meggyógyultak emberek, sánták meggyógyultak, vakok meg, minden beteg, beteg meggyógyult. Istennél megvan az a hatalom, hogy minden betegséget meggyógyít. Az orvosok, az emberek, jó az úr, hogy van ilyen, és vannak orvosok, hála, hála az Istennek, hogy vannak elhivatott orvosok, ápolónők, és segítenek az embereknek a gyógyulásban, de... Van egy korlátjuk is, de viszont Istennél nincs korlát. Isten azt, azt olvasjuk, minden betegséget meg tudnak gyógyítani. Nem csak kezeli a betegségeket, hanem meggyógyítja az embereket ezekből a betegségekből. És ugye ez, ez ha hatalom van ilyen, ez nem mese, ez nem, nem kitalálta valaki, ez működik emberek ez a másik világban, a láthatatlan világból jön ez a hatalom, és jön ez az erő, és jön ez a támogatás az ember életébe. És ehhez a hitnek a csatornáját létre kell, hogy jöjjön. Ezért mit csinált Jézus? Hirdette az evangéliumát. Evangéliumot mit csinál? A hirdetett evangélium mit hoz létre? Ahogy hallgatják az emberek, azt olvasjuk, hit jön létre bennük. Ahogy hit jön létre, mi történik? A csoda megtörténik, a gyógyulás megtörténik, ráadásul minden betegségből, minden erőtlenségből. Tehát van gyógyulás Istennél, van gyógyulás olyan betegségekből, amire a Földön természetes tudományosan nem lehet elérni most még doganatos megbetegedések. Magas vérnyomás, cukorbetegség, és egy csomó olyan betegségből, amit lehet, hogy csak kezelni lehet, de nincs gyógyulás. De Istennél van gyógyulás. Istennél a másik világból, ha létrejön a hitnek a csatornája, akkor átfolyik az életünkbe az az erő, és átfolyik az a gyógyító kenet az életünkbe ahol megnyilvánul a fizikai testünkben ez, a, ez, az erő és ez a szellemi hatalom. Nézzétek meg, azt mondja, elterjedt az ő híre az egész Szíriában. Hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak. Különféle, tehát sok-sokféle betegségekben, kínokban sinlődőket, démonizáltakat, holtkórosokat, gutaütötteket, látjátok, tehát sztrókosokat. És mit olvasunk? Mind meggyógyította őket. Hát ez így megy Jézusnál. Mert halljátok, hogyha ott van az a szellemi hatalom, és ott van az az erő, akkor a te életedbe és az én életembe is meg fog nyilvánulni. És azt mondja, nagy sokasság követte őt Galileából, Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdából, Jordánon túlról. Tehát Jézus hódítóként viselkedett. És nekünk ebbe akar bennünket is beállítani Jézus. Amikor azt mondja, gyere, kövess engem, legyél a tanítványom. Tehát az azt jelenti, hogy követője legyél Jézusnak. Hát ha Jézus követő, akkor neked, ha Jézus hódító, akkor neked, az ő követőjének, nekem, az ő követőjének, hódítónak kell lenni, és ezzel a mentalitással kell viselkednünk és tennünk a dolgokat. Jézus nem állt meg, amikor látta sok gutaütöttet, rákos betegeket, sok különféle betegeket odavittek hozzá, kínokban sínlődtek, tehát fájdalmaik voltak, kínlódtak, demonizáltak voltak, sztrókosok voltak, csak feküdtek, nem tudtak mit csinálni. És ő nem azt mondta, hogy ja, bocs, akkor nekem eddig tartott csak, és akkor innentől kezdve nem csinál, tehát, tehát nem jutok tovább. Nem, ő hódító, az a szellem, aki benned van és bennem. Halljátok, a szent szellem az egy hódító szellem. Az, hogyha rád száll, akkor ő hódítani akar. Ő be akar törni az ellenség birodalmába, a sátán birodalmába, a betegség birodalmába, és ott szabadulásokat akar létrehozni. Ki akarja hozni onnan a beteg embereket, ki akarja hozni onnan a sérülteket, a lesújtottakat, és meg akarja szabadítani őket, hogy az Isten uralma, legyen az életükben. Ne a sátán uralkodjon fölöttük, hanem a Krisztus, az Isten uralkodjon Krisztus által az életükbe. És Isten országába, Isten uralmában nincsenek betegségek. Isten uralmában nincsenek ilyen dolgok a mennyben, ahol megvalósul tökéletesen Isten uralma. Ott nem olvasunk, hogy vannak kórházak, ott a mennyei lények nem betegszenek meg nem temetik el őket, nincsenek temetők, nincsenek kórházak, nincsenek ilyen dolgok, mert ez itt van, ahol a sátán e istene, ez hozta létre, ez jött létre, mi meg azt hiszük, hogy ez megszokott, tehát mi azt hiszük, hogy ez, ez hozzá tartozik ez az egészhez, és ha elolvasuk a Bibliát az elejétől, akkor kiderül, hogy nem, ezt mi megszoktuk, így működik. A sátán ezt csinálja az emberekkel. De de ez nem volt így mindig, és nem is lesz így mindig. Tehát jönni fog egy olyankor, ahol ilyen nem lesznek ilyen dolgok. E, és nézzétek meg, tehát látjátok, Jézus Ábrahám magvaként, hódítóként viselkedett, betört az ellenség birodalmába, és szabadította, gyógyította az embereket, hirdette Isten igét. Nézzük meg velünk kapcsolatban, mi a helyzet. Galata 3.29. Azt olvassuk, ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát ha ti Krisztuséi vagytok, tehát Ábrahám magva vagytok, ígéret szerint örökösök. Tehát mit olvasunk? Ha mi Krisztusé vagyunk, már pedig az övé vagyunk, aki újjászületett, új teremtés lett, Krisztusé vagyunk, a keresztség által Krisztust öltöztük fel, az Ővé vagyunk, akkor mit olvasunk? Akkor azt mondja, tehát Ábrahám magva vagytok. Ha Ábrahám magva vagyunk, akkor viszont azt olvastuk az előbb, hogy amikor Izsákot egy próba helyzetbe került Ábrahám Izsákkal kapcsolatban, hogy feláldozza, akkor azt olvasjuk, hogy Isten azzal áldotta meg Ábrahámot, hogy az ő magva az örökség szerint bírja az ellenség kapuit. Tehát ez azt jelenti, hogy ott, ahol meg ugye a kapuknál összpontosul az ellenségnek az ereje. Például régen a Biblia alapján azt látjuk, hogy az akkori társadalomban a városi életben, a kapukban voltak ott a város vezetői, erős emberei, és ugyanígy van ez a szellemi életben is, hogy az ellenség kapuinál van az ellenségnek a legnagyobb ereje, és az ellenségnek a legnagyobb hatalmasságai. És ez azt jelenti, hogy ha mi az ábrán magva vagyunk, és örökség szerint bírjuk az ellenség kapuit, akkor ez azt jelenti, hogy van, rendelkezünk olyan hatalommal, Jézus Krisztusban, amivel az ellenségnek az erőit és hatalmasságait a lábaink alá gyűrjük, és a lábaink alá vetjük és taposunk rajtuk. És, és ez azt jelenti, hogy sikeresen tudunk ellenállni és győzni. Tehát meg kell változtatunk, nem a tapasztalatokra nézünk, hanem az ígére. Nem arra nézünk, hogy eddig nem sikerült ez nekünk, hanem arra nézünk, hogy mit ígért Isten nekünk. És mivel, hogy Krisztuséi vagyunk, ezért biztos, hogy Ábrahám magva vagyunk. Hogy aki, aki nem testi leszármazottja Ábrahámnak, hanem pogányként úgy mond, pogányként hisz, Jézus Krisztusban, és az ővé lett pogányként, akkor mi vagyunk a mag, az, a, az a nép, a ábrámnak az a magvai, akik, amikre azt mondta Isten, hogy, hogy olyan sokan lesznek, mint az csillagai. És, és mi ránk is ez az örökség átszáll. Róma 4.16. Azt olvassuk. Azért hitből... Hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak. Nem csak a törvényből valónak, tehát akik test szerint, hanem az Ábrahám hitéből valónak, tehát akik ígéret szerint az Ábrahám magva, aki minnyájunknak az atyánk. Tehát ezt olvassunk. Tehát mi olvasunk, hogy Ábrahám minnyájunknak egy nagy sokaság, egy sok népnek az atya, és az egyik része ennek a népnek test szerint Ábrahámnak a magva, tehát a törvényből valónak, azt olvassuk itt. A népnek a másik része arról azt olvassuk, hogy Ábrahám hitéből való. Tehát ezek vagyunk mi. Ez azt jelenti, hogy mi Ábrahám utódai vagyunk, és az azt jelenti, hogy örököljük az ellenség, tehát örökség szerint bírjuk a sátánnak a kapuit. Azt mondja Jézus a Máté 16.18-ban, ez, ez, a hódító mentalitás, tehát át akarja ezt adni Jézus, és azt mondja a Máté 16.18-ban, de én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, tehát a kősziklán, mert itt ugye az eredeti az azt is mondja, hogy, hogy, te Petrosz vagy. És azt mondja, hogy nem a Petroszon építem föl az egyházat, hanem azt mondja, a Petrán építem föl. Ez két különböző dolog, mert a Pet, Petrosz az azt jelenti a Péter, hogy kő, tehát kövecske. A Petra az pedig azt jelenti, hogy kőszikla az eredeti görög szövegben. Tehát Jézus két dolgot állít. Azt mondja Péterre, hogy te egy kövecske vagy, de én viszont az egyházamat kősziklára akarom építeni. És azt mondja, ezen a kősziklán a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Tehát látjátok, hogy megint Jézus azt mondja, hogy nem a pokol van a te kapuidnál, hanem te vagy a pokolnak a kapuinál. Mi, mi alapján? Hogy kősziklán állsz. Mi ez a kőszikla? Nem a Petros, hanem ez a kőszikla, az a kijelentés, amit Isten a Szent Szellem által ad neked és nekem. Fogok majd arról beszélni, csak most csak megelőlegezem, mert nem lesz annyi időm, hogy most mondjam ezt így kielemezve, hogy, hogy azt olvassuk, van egy ilyen eh, kijelentése eh, eh, Gabriel Arkangyalnak, Máriánhoz, azt mondja, Istennél semmi sem lehetetlen. Eredetiben azt mondja itt az angyal, hogy Isten igéjének, rémájának, tehát egy ilyen megelevenített, élő beszédének nincs lehetetlen. Tehát Isten, amikor tesz a dolgokat az életünkben, és alakít bennünket, és alakítja a jövőnket, a sorsunkat, akkor ő Isten beszéde által teszi, sőt, Kijelentett beszéd által, ami tele van szellemmel és élettel. Tehát az az ige tud működni, ami, amiben élet van, és amiben szellem van. Ami él, ami hat, amiben energia van, és ahogy találkozik az ember szívével, rögtön hatást hoz létre. És erre azt mondja, hogy Isten rémájának, tehát Istennek semmi sem lehetetlen. És itt, amikor Jézus azt mondta, ezen a kősziklán fog az egyházan felépülni, és a pokolkapui nem vesznek diadalmat, akkor ezzel azt mondta Isten, hogy rendelkezésedre fogok bocsájtani kijelentést, a szellemnek a kardját, úgymond, ahogy Efézus levélben mondja Pálapostól, hogy a szellemnek a kardját fogom a rendelkezésedre bocsájtani, hogy a szádban legyen az Ige, hogy amikor kijön az Isten beszéde, akkor a sátán elhagyjon téged, és ne tudjon megmaradni ott azon a helyen a sátán az életedbe, hanem elmenjen tőled. Mit csinált Jézus, amikor megkísértette az ördög? Jött hozzá egyszer, kétszer, háromszor, és mit csinált Jézus? A szellemnek a kardját, azt az igét, ami élő eleven, szellemből, szívből jött elő belőle, azt elkezdte mondani az ördögnek. És ahogy ezeket a kielentéseket tette meg Jézus, egy idő után a sátánnak el kellett hagynia, mert ezt már nem bírta elviselni. Ugyanígy van veled is hogy neked is használnod kell, hogy először is kijelentésed legyen, meg Péterrel akkor mondta ezt Jézus Péterrel, amikor beszélt, akkor mondta ezt, amikor megkezdett, ti kinek mondtok engem? És mondja, hogy a nép az, az ezt mondja, azt mondja. Jeremiás egy a régi profétákból, ki ezt, ki mást mond. De ti kinek mondtok? És ebben a pillanatban ez csak valami átjárta Péter apostolt, egy belső meggyőződés jött létre, hogy ja, hát ez a húsvér ember, ez gyakorlatilag maga az Istennek a fia. De erről nem lehetett anyakönyvezve, meg személyigazolvány telk, hogy ki is vagy te. Ilyen, ilyet, ez testi. De ő benne megnyilvánult a Szent az a kijelentés, amivel bele tehát, tehát bele látott, bele bele meg tudta tapintani szellemileg azt, hogy ez az ember nem egy sima közönséges ember, hanem ez maga Istennek a fia, a Krisztus. Na és ez a kijelentés erre mondja azt, hogy a pokol kapui nem tudnak ilyen, amit a Szent Szellem megelevenít a számunkra, nem tudnak megállni a pokol erői, fejedelmei, hatalmai, nem tudnak ezzel nem megállni. Nézzétek meg. Ez azt is jelenti, hogy itt már többször mondtam nektek azt, hogy, hogy kapukról beszél. Mi az, hogy kapuk? Mert itt akkor azt olvassuk, hogy, hogy nem csak az van, hogy a pokol kapui, ellenség kapui, hanem ez azt jelenti, hogy vannak szellemi kapuk, amik ha zárva vannak, nem jut előre az életünk. Ha nyitva vannak, belépünk, és szinte ellenállás nélkül, mint kés a vajban, halad előre az életünk. Vagy, ha be vannak zárva ezek a kapuk, és tele vannak ellenséggel ezek a kapuk, vagy az ellenség birtokolja ezeket a szellemi kapukat, akkor azt jelenti, hogy egyszer csak megáll az életünk. Egyszer csak nem halad az életünk. Egyszer csak azt veszük észre, hogy évek óta ugyanott állunk. Nem haladunk előre egyről kettőre. Az egészségünk nem halad előre. Az anyagi életünk nem halad előre. És úgy néz ki, mintha nem sikerült azt a gátat, azt a falat áttörni, és csak állunk a falak előtt, a kapuk előtt, és nem tudjuk megnyitni, és nem tud haladni az életünk előre. Tehát látjátok, kapukról beszél a Biblia, szellemi kapukról beszél a Biblia, amikről akkor fog az életünk, a te életed is előre haladni, ha először a kapukról az ellenséget kiűzzük, ha először kirakjuk az ellenséget ezekből a kapukból, akkor meg tudnak nyílni ezek a kapuk. De ha nem, akkor nem fog tudni megtörténni. És ugye azért nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy szellemi kapuk vannak az ember életébe. Egy sikeres ember, egy győztes ember, attól lesz győztes egy keresztény, attól lesz sikeres egy ember, hogy ahogy halad előre az élete, megnyílnak ezek a szellemi kapuk, és be tud lépni, és birtokba tudja venni azt a területet, azt az életének, azt a területét, városát, úgymond, el tudja foglalni. Tehát nekünk nagyon fontos ezt látnunk, neked is, nekem is, hogy az életünk, a sorsunk tele van kapukkal. És itt az a kérdés, hogy ellenség van a kapuknál? Az a kérdés, hogy ezeket a kapukat az ellenség bezárja előttünk? Az a kérdés, hogy az ellenség birtokolja ezeket, tehát sors, romboló erők birtokolják ezeket a szellemi kapukat az életünknek, a sorsunk haladásának a szellemi kapuit, vagy pedig, vagy pedig, a szellemi hatalmunkkal élve Jézus Krisztusban kiűzzük onnan az ellenséget, és megnyílnak ezek a kapuk. Nézzétek meg, a 2 Korintus 2.12-ben Pálapostól mit mond a korintusiaknak. Nézzétek meg, azt mondja, mikor pedig Troászba mentem, tehát ez Trója, tehát Trójába mentem a Krisztus evangéliuma ügyében, nézzétek meg, mit mond, és kapu nyittatott meg nekem az Úrban. Tehát mit mond erről Pálaposról, hogy végezte a dolgát, amit kell neki csinálnia napról napra, amit kell neki tennie, végezte a dolgát, és azt mondja, hogy, hogy ezeknek a dolgoknak a végzése attól volt sikeres vagy kudarcos, hogy itt azt mondja, kapu nyittatott meg nekem az úrban. Tehát ez azt jelenti hogy egy szellemi kapu megnyílt előtte, és te nem látod ezt a szellemi kaput, én se látom, mi csak maximum azt tudjuk csak érzékelni, hogy valami nem stimmel, ha zárva vannak ilyen kapuk, akkor mi csak annyit tudunk érzékelni, hogy valami nem stimmel, valami beállt az életembe, valami nem úgy halad az életembe, nem úgy működik az életembe. Na ekkor rátapintasz a bensőddel, hogy, Na, ilyen szellemi kapu, ez zárva van. És meg kell, hogy nyíljon. Pálapostolnak megnyílt. Azt olvassuk, hogy kapu nyittatott meg előtte, tehát meg tudott nyílni a, ez a kapu. Látjátok, hogy milyen sikeres, hogy mi volt Pálapostolnak a sikere? Az, hogy nyitott kapukkal találkozott az Úrban. Tehát ezt olvassuk az Úrban. Nyitódott meg ez a kapu. Mit jelent az, hogy az Úr? Ugye a görög szó a Kyriosz az azt jelenti, hogy valamin uralkodó, azt jelenti, hogy hatalommal rendelkező, azt jelenti, valamire jogosult. Tehát ezek a kapuk akkor nyílnak meg, ha szellemi hatalommal rendelkezel. És, és nézzétek meg, a Róma 5.17-ben azt mondja Pálapostól, hogy mert ha az egynek a bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, tehát Ádám vétke által, azt olvasjuk, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság a megigazultság ajándékának bővölködésében részesedtek. Tehát mit jelent ez? Hogy van ilyen, hogy tudsz uralkodni Jézus Krisztusban, van ilyen, hogy tudsz uralkodni ebben az életben. Ez mit jelent? Hogy hatalommal, rend, szellemi hatalommal rendelkezel, magyarán kihasználod, és használod azt a hatalmadat, amit Jézus Krisztusban kaptál, Istentől. És ez a hatalom nagyobb, mint a sátánnak a hatalma. Nagyobb, mint a betegségnek a hatalma. Nagyobb, mint a sors romboló erőknek a hatalma. És azt olvassuk, hogy, hogy, hogy az, az ellenség be tud ebbe törni. tehát, tehát itt az a fontos, hogy 2024-ben előtted is nyíljanak meg kapuk, nyíljanak meg anyagi kapuk, nyíljanak meg beteg egészséggel kapcsolatos kapuk, nyíljanak meg a sorsodba a szerencse, a boldogulásnak a kapui, nyíljanak meg az előre haladásnak a kapui, nyíljanak meg, de ez az kell, hogy ne legyen, fog, ne e, legyél fogságban megnyíljanak a fogságnak a kapui előtted, amire azt mondod, hogy nem halad az életem. Egy helyben toporgok. Tehát amikor ilyen érzései vannak az embernek, akkor tud meg, belettél zárva egy szellemi cellába, és egy fogságba kerültél, és zárva van az ajtó, és nem tudsz előre menni, nem tudsz kimenni, hanem ezt jól érzi az ember, hogy egy helyben van az élete. Az Abcsel 16.25-ben Pál apostol és Sílással, apostollok, azt olvassuk, éjfél tájban pedig Pál és Sílás imádkoztak. Énekkel dicsőítették Istent. A foglyok pedig hallgatták őket, és hirtelen nagy földindulás lett ugyannyira, hogy megrendültek a tömlőc fundamentumai, tehát alapjai, alapjaiban rászkódott az egész börtönrendszer, ami ott volt Filippiben, és azt olvasjuk, azonnal megnyíltak a kapuk, az ajtók, mind, és minnyájuknak a bilincsei feloldottak. Tehát mi történt itt most ez szellemileg, mert, mert tudjátok, azt kell látnunk a Bibliából, hogy például Ilyeneket, hogy betegségek. Ez ugyanolyan fogság szellemi értelemben, mint ahogy foglyok voltak Pálapostól és Sílás. Ugyanolyan fogságba voltak, csak ők fizikailag voltak foglyok. De a beteg emberek, erről azt olvasjuk, hogy szellemi fogságba kerülnek bele. Jobb könyve erről úgy ír, hogy hogy amikor emlékeztek, hogy jóval nagyon sok szerencsétlenség történt, amikor a sátán behatolt az életébe, azt olvassuk, tragédiák történtek az életébe. Anyagilag leépült, szerencsétlen lett. És nem elég, hogy, hogy bajok támadtak, anyagi romlás, tragédiák. Ő, ő maga is egy gyógyíthatatlan betegségbe került bele és azt olvassuk a leg -leg, -leg, leg leg végén, hogy, hogy a Jobb 42.10-ben azt olvassuk, hogy azután eltávolította Isten Jobbról a csapást. De szeretném felhívni a figyelmeteket. Az eredeti Héber kifejezés nem csapásról van szó, hanem fogságról, fogói állapotban levő emberről. Tehát kiderül, hogy a mennyi nézőpontjából a tragédiák, a betegségek, a leépülések és mindenféle gonosz dolgok, amikor történnek az emberrel, kiderül, hogy fogságnak látja Isten igéje ezt az állapotot. És ebből a szempontból Sokszor, tehát, tehát mi keresztények is sokszor fogságba kerülünk úgy, hogy mi nem is gondoljuk azt, hogy fogságba kerültünk szellemileg. És itt mi olvasunk, hogy Isten eltávolította, tehát jobb, kibírta, a végig kibírta, sőt ráadásul még másokért imádkozott, betegen jobb, Másokért imádkozott, és azt olvasjuk, utána távolította el Isten a fogságot jobbról. De, tehát látjátok, hogy betegségek ö, ö, fogságot, szellemi fogságot hoznak létre. Így látja a Biblia? És még egyet hadd mondjak el nektek, és, és majd ezzel fogom folytatni, hogy milyen kapuk vannak, ö, a, amiket el kell foglalnunk, de erre most nem lesz időnk, csak még egyre hogy ugyanilyen fogságnak mondja Isten igéje a démonoknak az uralmát, és átkoknak, sorsromboló erőknek az uralmát. Nézzétek meg a 107. Zsoltár 10. verszaktól a 16. verszakig fogom felolvasni. Azt olvassuk. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek. Látod, ülnek, leker, tehát nem egy haladásban van az életük, nem egy mozgásban van az életük, nincs előre haladás. Leültek. Miért? Meg gonosz erők szabadultak fel az életükbe. És azt mondja, árnyékban ülnek, ráadásul nem fényben ülnek. Ez is egy életérzés, hogy az ember azt érzi, hogy állandóan árnyékban van. Hogy az ember azt érzi, hogy sötétben van, nem látja a kiutat. Árnyékban van. Nincs fény, nincs világosság. Ugye nézzétek meg, hogy amikor egészen más a lelki állapotuk azoknak az embereknek, akik olyan földrészeken élnek, ahol állandóan süt a nap, ahol, ahol a tél is 20-30 fokban vannak, egészen más az élet érzése az embernek világosságban, napban. Tehát napon egész más élet lelki e, e, ereje van az embernek, mint ahol, ahol mínusz 5-6 fokokkal szembesül, ködös, sötét, homályos e, világban van. Ez hat az embernek a lelkére is. Ugyanígy van szellemileg is. Hogyha szellemi sötétségben van az ember, akkor a lelki betegségei lesznek az embernek. És sok betegség, fizikai betegség mögött lelki betegségek vannak. És sok betegség ilyen pszichoszomatikus, hogy maga a léleknek a betegsége nyilvánul meg az ember fizikai testében. És ha megoldódna az a lelki sérülés, vagy az a lelki betegség meggyógyulna, akkor meggyógyulna az embernek a fizikai teste is. És erőt tudna kapni az embernek a fizikai teste is. Sokszor ez a probléma, de miért van az embernek a lelke sötétség, miért van ilyen állapotban élet, miért van ilyen életminősége az ember lelkének, miért van ilyen állapotban? Mert azt olvasjuk, sötétségben, árnyékban van az ember, és nem tudja élni azt az életet, amit, amit Isten rendelt a számára, nincs látása, nincs világossága, hogy neki milyen életet kell élnie. És sajnos sok ember, sok magyar ember céltévesztett életet éle miatt. árnyékban él, nem látja, hogy mi a rendeltetése, és ezért el, elkótja, vetyéli az ember az élet idejét, mert, nem lát, mert sötétben van, és, és céltévesztett dolgokat csinál, tesz, és olyan dolgokat tesz, amit nem kéne csinálnia, mert azzal csak az élet idejét használja el, de, de nem, nem a rendeltetését nem ö, foglalja el az ember. Nem? Mert sötétben van, azt olvasjuk itt, árnyékban ül, sötétségben és halálnak árnyékában ülnek. Tehát nem egy, nincs egy haladás, nincs egy sikerérzése az embernek nincs egy megelégedett érzése, hogy megy, megy, halad az embernek az élete. Mi, miért történik ez? Nézd meg. Megkötöztetvén, nyomorúsággal és vassal. Tehát magyarán fogságba került az embernek az élete. Kötelékek, szellemi kötelékek vannak az embernek az életében. És olyan, olyan életérzése az embernek, mint amikor a sámsont megkötözték, és nem tud mozdulni se. Akarja, de nem sikerül sehogy, mert úgy érzi, hogy meg van kötve a keze, és nem tud kiszabadulni ebből a helyzetből. Nincs, nincs ereje kiszabadulni az embernek ebből a helyzetből. Na, mit mond az Isten igéje? Emögött kétféle dolog is van. Az egyikre azt mondja a 11. verszak, ellenszegültek, mert ellenszegültek az Isten beszédének. Tehát meg kell nézni, hogy az ember az, az életét, a döntéseit mi befolyásolja. Az Isten beszéde? Alárendeli magát az ember az Isten beszédének? De cselekedettel is? Vagy csak akarja a jót? De igazából a cselekedeteivel nem azt csinálja, hanem ellen szegül és ellen áll az Isten beszédének. A másik, hogy megutálták a fenséges tanácsát. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy kapsz tanácsot, vagy belül benned is előjön, hogy mit kéne csinálni, de nem azt csinálod, hanem a megszokott dolgokat, ahogy szoktad. Mert a megszokások is kötelékben tartják az embert. Nem engedik, mert mindig így szokta csinálni az ember. Így szokott bűnbeesni, így szokott ezt csinálni, így szokott azt csinálni. És nem tudja az ember, nincs lelki ereje ahhoz, hogy a komfortzónájából kitörjön, mert a szokásai, a napi rendjei, a kapcsolatai bent tartják egy, egy zónába, ahonnan, ahonnan nem tud kitörni, nem tud kijönni, mert úgymond kívülről úgy érzi, hogy kívülről ő csak sodródik az egész eseményekkel és az élettel. És, és, és csak úgy halad az egész. És néha előfordul az ember, hogy akarja a jót, de nem tudja megtalálni és véghez vinni. Tehát látod, azt mondja, hogy, hogy a fenséges tanácsát megutálták. Tehát ha van benned valami Istentől, csináld meg. Ha valami van benned Istentől, egy, egy tanácsot kapsz az Úrtól, vagy emberek által, vagy közvetlenül a Bibliából, az tedd meg, akkor vetközd le a szokásaidat, vetközd le a hozzáállásodat, lépj ki a komfortzónádból, és tudom, hogy kényelmesebb lenne ugyanúgy csinálni, kevesebb erőt kell kifejteni, de ha előre azt szeretnéd, hogy előre haladjon az életed, erőt kell kifejtened, lelki erőt is, nem csak szellemi erőt, hanem lelki erőt is ki kell fejtened, hogy úgy, úgy is csináld a dolgokat. És nézd meg, hogy, hogy, mivel, hogy megutálták a fenséges tanácsát, mivel ellenszegültek Isten beszédének, mit olvasunk, ezért megalázta a szívüket nyomorúsággal. Tehát egy, egy, megalázás állapota jön létre az emberbe, az, az embernek az életébe, és azt olvasjuk, hogy elestek, és nem volt segítség. Tehát nem tud az ember segítséget találni. Nincs segítséged. Tehát hogyha ez, ha úgy érzed, hogy nincs segítséged, ilyen helyzetben vagy, tud meg, van szabadulás. Az Úr ki fog szabadítani ebből. De hogyan? Azt mondja, az Úrhoz, ugye 13. verszak, nézzétek, az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. Tehát az embernek kiáltan, nem? Az Úrhoz, az Úrhoz hittel, szorultságban. Ki kell kiáltani az embernek magát. És mit olvasol? Kiszabadította őket. Hallod, jönni fog a szabadulás. Ne add fel a reményt, ne add fel a hitet. Megvan érve, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az meg fog szabadulni. Biztos, hogy meg fog szabadulni. Tarts ki végig, ne csak addig, ameddig úgy érzed, hogy birod, hanem addig is, add, addig tarts ki, a, amikor már átlépsz azon a zónán is, hogy úgy érzed, hogy nem bírod ezt már, se szellemileg, se lelkileg, se testileg, sehogy nem bírod. Tudd meg, tarts ki, meg fogsz szabadulni, jönni fog a, a segítség az Úrtól, ki fogsz jönni abból a szorult helyzetből, sanyarú helyzetből, nyomorult helyzetből, ki fogsz jönni, és mit olvasol a 14. verszakba? kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket elszaggatta. Megvan Istennél az az időpont, amikor el fog jönni a kötelékeknek, az elszakításának az időpontja. Tarts ki addig, bírt ki, maradj meg hitben, maradj meg reménységben, eljön ez az idő, az életedbe. Istennél megvan a szabadításnak is az ideje. És azt mondja, adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, az ember fiai iránt való csoda dolgaiért. Hadd Isten azt, hogy már most, mielőtt ez az egész megtörténne, már most adjál hálát az Úrnak, azt mondja, az ő kegyelméért, hogy Isten nem úgy fog bánni veled és velem, ahogy megérdemelnénk, hanem úgy, ahogyan nem érdemeljük meg, de mégis megteszi Isten, a kegyelme miatt. Ezt jelenti a kegyelem, hogy jó indulattal van felénk, és nem úgy csinálja velünk, ahogy megérdemelnénk. Hogy mi arra számítunk, hogy már most én is hálát adok azonnak, hogy olyan dolgukban fog részesíteni Isten, amit nem érdemlek meg, de mégis meg fogom kapni, mert ő a kegyelmét a kegyelmért magasztalom, azért a gazdag kegyelmért, amit kiárasztott ránk, ahogy mondja az Efézusi Levél első fejezete, hogy a kegyelmének a gazdagságát e, árasztotta ki ránk. És, és, ebben, ezt már most az ember hálát ad ezért, hogy de jó uram, nem azt fogom meg, megkapni, amit megérdemlek, hanem azt fogom megkapni, amit nem érdemlek meg. És ez csak is kizárólag a te jó indulatod miatt. Isten azt mondja, az emberek fiai iránt való csodadolgaiért, Hogy Istennek azért adunk hát, hogy vannak csoda dolgai Istennek. Nem ért véget a csodának, a, a csodák ideje nem járt le Jézus Krisztussal, nem járt le az első apostolokkal, hanem most is vannak csodák. És most is működnek csodák, és számítok a csodára. Hálát adok most Istennek a csodáért, mert számítok arra, hogy csodák fognak történni az életembe, és meg fognak valósulni dolgok, mert Istennél semmi sem lehetetlen, és azoknak sincs lehetetlen, akik hisznek, azt mondja Jézus. És azt mondja, és azért is hálát adjanak, hogy összetöri az érc kapukat, ugye kapuk. Összetöri az érckapukat, és a vas zárakat letördeli. Hallod, ahol most ellenség van a kapuknál, ahol most betegségek, démonok vannak, átkok vannak, visszatartó erők vannak, tudd meg. Jön az a nap, egyre közelebb van hozzád, tarts ki. Egyre közelebb van az a szabadulásnak az ideje, amikor összetöri Isten az érckapukat, megnyílnak az kapuk, megnyílik előtted az út, és a vazzárak le lesznek törve, és te csak azt fogod mondani, hogy halad előre az életed, újra rálépsz a mozgólépcsőre és visztéged ez a mozgólépcső előre, és megtörténnek csodák az életedbe, és megtörténnek Istenek az ígéretei az életedbe az Isten kegyelme miatt. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és ezt, a, ezt javaslom, és hogy adj, adjunk, adjatok hálát az Úrnak a, a, a szabadításáért, hogy el fog jönni ez az idő mindannyiunknak az életébe. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Szép estét kívánok nektek, sziasztok!